Kedves nézőim, köszöntöm Önöket, megszokott helyünkről Pécsen a Tudásközpontban található Csorbagyöző könyvtárból, és mai két beszélgető társam, Dömösi Tamás és Füzi Máté, akik a Band of Streets zenekarnak, együttesnek az oszlopos tagjai, és nem véletlen a találkozásunk, hiszen 10 esztendős ez a zenekar, és azért ugye az utcazenélés, ez egy olyan nagyon érdekes dolog, tehát nagyon spontánnak tűnik, aki nem ismeri, úgy gondolja, hogy hát talán bárki a kezébe fog egy gitárt vagy egy szaxofont, de azért ez nem így indult annak idején. Ti nagyon komolyan benne vagytok ebben a zenei világban, hiszen mind a ketten zenét tanítotok zeneiskolában, aztán a csapatnak vannak olyan tagja, akik nagyon komoly zenekarokban is játszanak, mint például a Pannonfilharmonikusokban. Máté, kinek volt az ötlete annak idején? Hogy jött ez az érzelmi intuíció? Hát köszönjük szépen a meghívást először is. Másrészt pedig, hát igazából alapjában nekem, de ez már nagyon régóta megfogalmazódott, hogy szeretnék egy ilyen együttest csinálni, és valahogy a 2010 elejé, 2010 közepi időszakra tevődött az, amikor már így összejöttünk a srácokkal, és akkor megpróbáltuk, mert ez nem olyan nagyon könnyű munkám, ezt a dolgot összehozni. Tehát tulajdonképpen nekünk ezt 2010-ben el kellett ahhoz kezdenünk, hogy 2011-ben mi ezt így el tudjuk indítani. Tehát rengeteg ugye, hangszerelés, meg bepróbálás, meg tehát eleve nem olvashatunk kottát az emberek között ott az utcán, mert különben nincs elvész a hangulata a dolognak. Ez a 9 fő, ez hogy jött össze azért? Mindannyian ismertétek egymást, vagy azért nehéz volt összehalászni az embereket? Hát volt, akit össze kellett halászni, aztán közben tagcserék is voltak, meg ilyen egyéb hasonló dolgokon is végigmentünk, de alapvetően mindig ez a 9-es felállás volt. Tehát ez a 2 ütőhangszer, 2 trombita, harsona mellofon, 2 szaxofon, és én mindig is ragaszkodtam ehhez a felállás, mert ez egy rezes bandának hívjuk, de a szaxofonok azok nem azok egyébként, bármennyire is annak tűnnek, olyan tiszteletbeli részfúvósok, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ugye? És én ragaszkodtam a szaxofonokhoz, és annak idején nem is sokan játszottak azon a szinten, amilyen szinten mi szerettük volna, meg nem is voltak olyan nagyon sokan nyitottak, kivéve a Tari Gergelyt és a Dömösi Tamást. Így, úgyhogy ők már így megmaradtak nekünk abból az időszakból is, és sokkal színesebben lehet velük dolgozni, tehát az egésznek ad egy olyan szint a hangzásnak, a zenekarnak, hogy én ragaszkodtam a szaxofonhoz is. Érdekes dolog, hogy mennyire meghatározza az egész életeteket, sorsotokat, sorsfordulatotokat, az, hogy valamikor gyerekkorotokban melyik hangszert vettétek fel először, vagy a szüleitek melyiket adták a kezetekbe, vagy abban a zeneiskolában éppen melyik tetszett a falon felakasztva. Hogy volt ez például nálad? Te életed éppen szaxofonos? Én nem voltam szaxofonos. Én eredetileg a fugolát választottam, és az is a diploma hangszerem. De többünkről el lehet mondani, hogy már nem azon a hangszeren játszunk, mint amivel kezdtük. Tehát itt volt egy olyan szűrő, hogy ezek a hangszerek, amik jól szólnak ebben a felállásban. És akkor mindenki elővette azt a polcról, ami ide illett, és így volt, hogy én is a szaxofonnal kezdtem itt ebben a bandában. 9 embert összerántani rendszeresen, hogy legyen produkcióműsor, és az mennyire nehéz, mennyire könnyű? Hát nehéz. Nem tudok próbálni egyáltalán. Nem nagyon tudunk próbálni. Ha mindenki önmagában profi, és akkor nem kell sok próbálni, most hallottam az utóbbi időben, de hogy vannak, akik fölállnak úgy, hogy csak úgy hallgatják egymás beszélőt. Hogyha az előző időszakot nézzük, akkor ez hatványozottan igaz volt, bár amikor újra ki tudtunk menni zenélni, az olyan volt, mint hogyha visszakaptuk volna az életünket. Tehát, hogy az első fellépés előtt már annyira izgultunk, mint szerintem még soha nem izgultunk ennyire fellépés előtt. És még hogy így is együtt tudott maradni a banda, és hát nagyon lehetett hallani, hogy nagyon sokan szétestek a vírus alatt is, meg hát azért tehát körülményesek vagyunk mi, tehát nem úgy működik ez, hogy csak úgy bepattanunk a buszba, aztán kipattanunk a buszból, muzsikálás, jó hangulat, parti, és akkor vissza is megyünk a következő állomásra, hanem egy idő után azért úgy kezd mindenki elfáradni. És amikor kiszállunk a buszból, akkor és tudjuk, hogy másnap is megyünk, és megyünk még 4 helyre játszani, akkor nem nagyon szoktunk úgy elbúcsúzni egymástól, hogy hát, hogy is mondjam, tehát tudjuk, hogy úgy is találkozunk mindjárt, úgyhogy igazából ebben így el lehet fáradni, de ennek rengeteg pozitív oldala van.
Hol volt az első fellépésetek? Melyik volt az az utca, vagy tér, vagy akár település, város? Hát voltunk Pécsen. Pécsen voltunk, igen. És a... Az Eózin előtt, Király utcában. Ott, Király utca. Az Eózin előtt játszottunk először a Király utcában. Milyen érzés volt a közönséggel kontaktolni? Kis pottalálványokkal, de nagyon érdekes volt, mert hogy eredetileg mi nem ilyen zenét akartunk volna játszani, hanem ilyen Amerikából átcsempészett, ilyen mindenféle New Orleans-i utcákon megszólaló, kicsit jazzes, kicsit second line formátumú dolgot, és akkor valamelyikünk felvetette egyszer, hogy diszkót kéne csinálni, és akkor beszéltünk arról, hogy nem, a szakma mit fog szólni hozzá, meg nem tudom micsoda, aztán nem igazán érdekelt, hogy mit fog szólni hozzá a szakma, és amikor ezt elkezdtük csinálni, bemutattuk az első ilyen úgymond egyveleget, ilyen diszkó egyveleget, akkor azt láttuk az embereken, hogy teljesen készen lettek tőle, tehát hogy ez annyira tetszett nekik, és akkor onnantól kezdve csináltuk ezt a vonalat tovább. Van olyan, hogy a közönséggel kommunikáltok hangszeren kívül is? Tehát lazán leálltok, aztán esetleg ők kérnek valamilyen számot, akkor éppen azt játszátok, erre is van példa? Ez működik oda-vissza. Tehát van, hogy még nem is fújunk már. Kértek olyat, amit nem tudtok? Gyakran. És akkor hogy szerelitek le őket? Hát meg gyakran olyat, amit nem is akarunk. De ezt általában nem úgy szokták csinálni, hogy leállunk és akkor odajönnek, hanem mi közben játszunk. Főleg az olyan helyeken, ahol már nem nagyon kell megcsinálni a hangulatot. Mit tudom én, egy volt fesztiválon, vagy egy strandfesztiválon, vagy az ilyen nagyobb volumenű helyeken, ott már nagyon kell arra figyelni, hogy az ember fogát elevelve ne verjék ki, akik ugrálnak ott körülöttünk, meg minden, de gátlástalanul beleordítják a fülünkbe, hogy mit szeretnének hallani a következőkben, miközben vagy éneklünk, vagy fújunk éppen, vagy ez ilyen, de ennek meg ez abszolút a hangulata a dolognak. Ja, mi csak azt látjuk, hogy a Mátének így valamit nagyon ordítanak a fülébe, és akkor az arca így kicsit eltorzul, és akkor valami nagyon érdekeset kértek. Vannak nagyon komoly helyszínek, ahol ti már felléptetek, ugye most 10 évesek vagytok, de 2016-ban voltatok 5 évesek, és akkor mentetek valami nagy ilyen világ nemzetközi utcazenész találkozóra, úgy tudom. Ez mekkora kihívás volt számotokra? Mennyire ment el a ti híretek, hogy titeket oda egyáltalán meghívottak, vagy meghívtak? Hát ez a Hajzat arra nevű nemzetközi fesztivál volt, amit egy az egyben olyan zenekaroknak találtak ki, mint amilyen a miénk. És erre meghívásos alapon lehet menni. Tehát erre mindig minden évben beválasztanak 10 olyan együttest, akikről ők látják úgy, hogy látni szeretnék ott náluk az utcán, és megversenyeztetik. És az, hogy mi ebbe belekerülhettünk, nemzetközi szinten ebbe a 10-be, hát ez nekünk teljesen letablózott minket. Ráadásul azt hiszem talán egy hét különbség volt az isztambuli, mert hogy ugye még egy törökországi, tehát abban az évben is mentünk Törökországba, egy ilyen török-magyar barátságnapra, Rodostóra és Isztambulba is, és azt hiszem a kettőt talán egy hét választotta, vagy pár nap választotta el egymást, úgyhogy egyfolytában röpködtünk. Így formailag, vizuálisan hogyan kell elképzelni? Ott is az utcán volt berendezve, mintha színpad lenne, vagy valami zárt térben, egy színpadon, de utcazenét játszottatok. Milyen volt az egésznek a megrendezése? És mondjuk hány dalt? Igen, hány dalt, vagy milyen feltételek voltak, ők írták elő, vagy magatoktól, saját szerzemény, vagy valahonnan begyűjtöttetek, átdolgozás, feldolgozás, hogy mire emlékeztek? Ott ez nagyon pontosan ki volt már találva, tehát ez egy évtizede ment legalább már ez a verseny, mikor mi oda bekerültünk, és azt láttuk, hogy nagyon szervezett, és nagyon a tényleg speciálisan így az utca az, ami az egészet így összefogja, és csak odaillő dolgokat lehetett vinni, és nézték a formációt, a mozgást, a jelmezeket, darabválasztást. Nagyon komoly zsűri volt, és ebbe még a közönség is és titkos volt. Zsűri, titkos zsűri volt. Tehát nem lehetett tudni, hogy amikor játszunk, akkor ugye be voltak osztva az időpontjaink, hogy mi mikor és hol játszunk. Nem lehetett tudni, hogy most akkor ki zsűri tag és ki közönség. Tehát, hogy ezt nem árulták el csak a végén. Hogy az ember ne érezze magát, vagy feszélyezve, vagy,
vagy mindig tudja ugyanazt adni, vagy nem tudom pontosan mi volt ennek az értelme, de hogy ezt ilyen rejtve csinálták, vagy hát nem akartak egy egész napot végigülni a napon, biztosan. De Mexikóból is érkeztek oda fellépők, már igen, Portugáliában, igen. Sok helyre, meg Európa különböző országaiból. A 10 legjobb közé bekerültetek, én úgy tudom, jók az emlékeim. Igen, tehát a 10 igen, legjobb közé, ez egy nagyon rangos minősítésnek, elismerésnek számít, én úgy gondolom. Abszett. Ez valami tovább lépést jelentett, esetleg további meghívásokat, mekkora lendületet adott ez nektek a zenekarnak? Nagy volt, mert egyrészt megerősített minket abban, hogy ugye előtte éppen, hogy csak 3 éve voltunk Veszprémben, ahol nekünk a nagy legelső nagy dobásunk volt, ugye, amikor a közönségdíjat elhoztuk az Utcazene Fesztiválra, és ez még itt 16-ban ez egy megerősítés volt számunkra, hogy ez jó úton járunk, és ezt csinálni kell, és még inkább ezt kell csinálni, tehát még inkább az emberek kedvében kell járni, mert egyébként alapvetően nagyon sokféle, most már rájöttem, hogy nagyon sokféle képességgel kell rendelkezni, hogyha hangszerel valaki egy ilyen együttest. Szóval rájöttünk közben, hogyha nem hallgat minket senki, vagy hogyha kevesen hallgatnak, de azok sem inkább minket, akkor egy idő után nem igazán tudunk foglalkozni velük, hanem egy idő után elkezdünk azon gondolkozni, hogy már fáj a lábam, mert itt nem fizettem be, meg nem tudom, itt nem intéztem el, és stb. Stb. Viszont hogyha megvan a folyamat, és megvan a kapcsolat az emberekkel, onnantól kezdve úgy valahogy egy ilyen teljesen más világ nyílik ki. Tehát, hogy, na most ebben viszont meg el kell rejteni különböző kis patronokat, a hangszerelésben, hogy a hangulatot mindig lehessen egy kicsit feljebb vinni, vagy hogyha már nagyon magas a hangulat, akkor lehessen valami újat mutatni azzal, hogy valahogy újat. De most ezt egyedül ülve a számítógép előtt kitalálni, ez nagyon nehéz. Szóval ez kell egy ráérzés. A 9 ember zenélés közben adott helyszínen mennyire tud valamilyen titkos módon kommunikálni egymással? Ó, tudunk. Miféle titkos jeleitek vannak? Hát összeszoktunk ebben. Tehát, a tekintetünkből érzek egymást rögtön egy apró rezzenésekből. Tudjuk, hogy mit szeretne a másik, és hogy mit látott éppen az imént, és hogy mire kellene nagyon odafigyelni. Tehát nagyon sokszor előfordul az, hogy vagy menni kell, vagy meg kell állni. Na most ez, hogy mikor kell menni, meg mikor kell megállni, ezt általában a szervezők sem nagyon szokták tudni előre. Úgyhogy ezt nekünk kell helyben kitalálni, egy csomó dolga, improvizálni, akkor mégsem erre menjünk, hanem arra. Mert aztán meg, ugye a tömeg megjön utánunk, és akkor egy idő után már mi sem tudjuk. Tehát én is csak akkor veszem észre, amikor hátrafordulok, és látom, hogy már mennyien vannak mögöttünk. Most már nem szúrhatjuk el az útvonalunkat, úgyhogy nagyon, nagyon sokféle, nagyon sok rétű dolog ez. Igen, a változó, hogy az utcakép, ahol megállunk, az milyen módon adja azt, hogy a közönség hogy vesz minket körbe. Van, hogy teljesen be vagyunk kerítve, van, hogy csak egyik oldalról, és ahhoz képest mozdulunk mi is meg. Igen, az első isztambulin, én emlékszem, hogy ott valami csendőrségi autó mellett, meg valamilyen menekültek között sikerült minket megállítaniuk az embereknek. Mert akkor még tele volt ezekkel az utca, de mert még 14-ben volt, amikor először voltunk Isztambulban, ez a Rhythm of Europe nevű fesztivál lett volna, csak aztán elmosta az eső, és akkor egyetlen egy napra tudtunk csak fellépni. Saját szerzeményekkel hogy álltok? Mennyire van, mennyire jellemző? Vagy volt. Nincs rá szükség? Volt. Milyenek ezek? 2-3. Volt, amiket beraktam a fiókba őket. Ki is próbáltuk utcán, volt szezon, amíg végig előtettük őket, és aztán így fiókba kerültek. De ez milyen műfajlag, vagy milyen zenék voltak ezek? Hát volt köztük ilyen big bandes jellegű, volt köztük ilyen kis lötyögős reggészká jellegű, akkor voltam ilyen kifejezetten ilyen nagyon funkis stílusú, és az volt a közös mind a háromban, hogy mindegyik teljesen hidegen hagyta az embereket. Úgyhogy ezt mi nem erőltettük tovább ezt a vonalat. De ha megszólal a Katona Ejo, akkor szétszedik a házat. És hogyha megfelelő pillanatban szólal meg a Katona Ejo, akkor pláne.
Úgyhogy én inkább abba ástam bele magamat, hogy mikor tudok olyan kis helyet találni, ahol kis patron berobbantok, akkor lesz belőle egy hatalmas nagy buli. Az asztalon rengeteg relikvia, emlék, elismerés, dokumentum látható a pályafutásokat illetően. Van ott egy ilyen nagyon komoly pénzösszeget szimbolizáló ez kép is. Igen, ez valami igen jótékonysággal függhetett esetleg össze, vagy milyen nem, nyeremény, vagy hogy kell ezt értelmezni, mi nem, volt ez? Itt a 15-ben volt egy utcazenész verseny, mert egyébként tulajdonképpen én szerintem a mi példánkon, tehát hogy mi azért hatással voltunk így az országnak én szerintem a zenei életére. Tehát egyre több és több ilyen utcazene fesztivál, meg ilyen utcazenész verseny jött létre, és utána a mi példánkon felbuzdulva, meg egyre több olyan zenekar, ami hasonló, mint a miénk. És az első ilyen nagyobb megmozdulás, az ugye 2015-ben jött létre ez az Egri utcazene fesztivál, az utcazenészek versenye Egerben nevező fesztivál, és akkor mi ott lettünk elsők, és akkor megnyertük ezt az 1 millió forintos összeget, és akkor, ami már több volt, mint a 500 000, mert előtte a Veszprémi utcazene fesztivál az 500 000-os volt. Viszont ebben az esztendőben kaptatok egy ilyen nagyon szép kis elismerést a pályafutásotokkal, ugye összefüggésben, hol voltatok, kiktől kaptátok, ez Brass Vegas Fesztivál idén. Igen, ez a Brass Vegas Fesztivál, ennek az az érdekessége, hogy ugye a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar az egyik szervezője, a másik meg tulajdonképpen maga Band of Streets, és a kettő közötti kapocs pedig a mi Tari Gergely kiváló tenor szaxofonos barátunk. És tulajdonképpen az egyik napja az hasonló zenekarokról szól, mint amilyen a miénk, ahol így megpróbáltuk egy kicsit megversenyeztetni őket egymással, mert közben rájöttünk arra, hogy azért az ilyen utcazenei, sima egyszerű utcazenei fesztiválokon egy olyan zenekarnak, mint mi, azért sokkal könnyebb dolga van, mint hogyha valaki egy szálgitárral, vagy két szálgitárral és egy énekkel kiül. Mert eleve nagyobbat szólunk, többen vagyunk, parti hangulat, és az emberek ezt úgy, erre úgy rákaptak az elmúlt időszakban, úgyhogy akkor inkább egymást kezdtük el megversenyeztetni egy kicsit, meg hát egy ilyen találkozó kultúrát összehozni azzal kapcsolatban, hogy ez mint, ami így létrejött Magyarországon egyfajta szakma. Így akkor így lássuk meg, halljuk egymást minden évben, és akkor mi ezt az utolsón kaptuk. Egyébként tavaly volt azt hiszem az első, ugye? Az első Brassvegas. Az volt tavaly a második? Idén volt a második. Igen, jó. Arról már beszéltünk a nemzetközi rendezvény a Házzetára 2016-ról. Ó, de milyen díszes és az volt komoly. Neki, és akkor mi nevünk is ott szerepel rajta. Merre vagytok éppen? Melyik részen? Hagyjunk csak, nézzük meg. Itt, ott vagytok, ott. Oh, megvan. És tíz. Akkor volt, ami nagyon tetszett nekünk névre, a Brass Street Boys nevezetű együttes. Zseniálisak voltak. Mindenkinek volt egyébként egy sajátos kis stílus, amiről rá lehetett ismerni. Azt hiszem a Brass Street Boys-osok például pont valamilyen egyenruhában voltak, valami, nem tudom, ilyen világító bójákat rakosgattak ki, és akkor Valami kezes lábasban voltak, mint hogyha útépítők lennének, és csinálták a partit, szórakoztatták az embereket, nagyon jó volt. Számos újságcikk is van rólatok, meg itt van egy kötet, hogy Milánóból jöttem, az a címe. Ennek az az érdekessége ennek a könyvnek, hogy csak olyannak van ilyen könyve, aki valamilyen szinten közreműködője volt a Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának a mindennapjaiban. Szóval tulajdonképpen ennek nincsen úgy igazából, én nem láttam, hogy annyira lenne. Mondjuk kiadója az van, de nincsen rajta ár, meg semmi, tehát ezt nem lehet kapni sehol. És ebben azok kerültek bele, meg néhány sor, akik ott voltak és átélték. Azt mi egy hétig voltunk egyébként ott kint. És tényleg izgatott lett az egész együttes, tehát amikor én is az lettem. Azt hiszem, hogy nem is tudom, talán az Oli, a Tubásunk volt az első, akit felhívtam ezzel a dolga kapcsolatban, és ő eleve hadar. Tehát ő nagyon gyorsan beszél, nem lehet érteni soha azt, amit mond. Még így ennyi idő elteltével sem, hogy mi ennyi időt töltöttünk el egymásra, néha még így sem, de akkor éppen ő nem értette azt, amit én mondok. Mert én teljesen egy nagyon kedves barátunkon keresztül tulajdonképpen jutottunk ki erre, és minden nap azt hiszem ilyen fél órás váltásokban voltunk, vagy ilyen két órás váltásokban voltunk kint játszani az embereknek. És közben meghívást kaptunk az orosz pavilonhoz, az olaszhoz is, meg az amerikaihoz is, ugye? Meg Sréjén szemben volt a lengyel pavilon, ott is játszottunk, talán ott többször is.
meg akkor egy lengyel énekes jött át a Magyar Pavilonhoz, és akkor vele csináltunk egy ilyen kis közös produkciót, és a mai napig megvan a kapcsolat, úgyhogy ez ha valami egy életre szóló élmény, akkor az az volt. Ez a járvány milyen hatással van a ti művészetetekre? Hogy élitek meg, mennyire zavaró, mennyire jó művészet, úgy még megkérdezem, mert van pontosan a zenészeknél, meg akik ilyen íróköltő lelkek, meg művész lelkek, hogy egy picit szükséges is néha, hogy elvonulni, ez az alkotói csend érlelőleg hathatti. Hogy éltétek ezt meg? Lemondások voltak, fájt a szívetek, hogy nem mehettek, de közben lehet, hogy más módon megtisztult a lelketek jobban. Hát a műsor számainkra eléggé rossz hatása volt, meg arra, hogy mi is kiestünk ebből a gyakorlatból. Tehát az, hogy igazából nem, hónapokig nem fújtunk, és nem tudtunk kondícióba lendülni, azután az egész évadra meghozta azt, hogy nehezebben álltak össze a darabok. És sokkal több új szám lenne, hogyha ez így másképp történik, nehezebb volt össze verbuválódni. Hát én semmiképpen nem mondanék olyat, hogy az alkotói csend, tehát nekem erre nem volt szükségem egy pillanatig sem. Ha valamire nem volt szükségem, akkor erre, mert egyébként a 2020-as szezonunk az olyan gyönyörű szépen összeállt volna. Tehát, hogy nemzetközi meghívást is kaptunk egy toszkánai utcazenefesztiválra 4 napra, 17 kilométerre a tengerparttól. Akkor mentünk volna Dél-Csehországba utcazenefesztiválra, akkor Ausztriába mentünk volna Oktoberfestre. Tehát rögtön lett volna 3, és nem fedett sem, tehát gyönyörű szépen összejött, így egymás után jöttek volna ezek a fellépések. Rengeteg olyan hely, ahol már nagyon régen nem jártunk, mint például a Pécsi Egyetemi Napok. Ott már színpadot is kaptunk volna. Lett volna egy csomó olyan dolog, ami így szépen így az elmúlt évek folyamán, ahogyan ez így beérlelődött, akkor most jutottak el odáig a szervezők, hogy na most akkor srácok, most megcsináljuk, és akkor ez így mind ment a levesbe. Szóval ez nekem teljesen letargia volt, tehát én ezzel nem tudtam mit kezdeni. Ez a 10 éves jubilómi esztendő, ez hogy zajlott? Készültetek nagyobb attrakció, ugye tudjuk, hogy Zsolnai Kulturális Négyedben ott volt egy ilyen jubilómi koncertetek. Milyen dalokat válogattatok, hogy állítottátok, mi lesz össze akkor? Hát mivel ugye a 21-es szezont is, tehát hogy is mondjam, azt is így én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen szépen be fog tudni indulni, de hála Istennek végül nagyon sok helyre el tudtunk jutni, és azzal viszont annyi meló volt, kezdve a foci EB-től egészen a augusztus 20-ai különböző, meg a környéki különböző megmozdulásokig, hogy egy nagyon új műsort nem igazán tudtunk letenni az asztalra. Viszont volt nekünk régi ismeretségünk az Animal Cannibals együttessel, akik nagyon szívesen és nagyon nagy szívvel jöttek el kicsit közreműködni, együtt játszani a színpadon, és ezen kívül meg hát egy ilyen kis apró kis patronokat raktunk be olyan emberektől, akikkel szintén jó kapcsolatot ápolunk. Itt gondolok például Garami Gáborra, Baházi Csabára, akik úgy nyilvánultak meg a koncerten, hogy tulajdonképpen ők így nem voltak ott fizikailag, de csináltunk egy ilyen Band of Streets kívánság műsort, és akkor a kívánság műsorban meg csináltunk egy, vagy hogy is mondjam, megkomponáltunk egy betelefonálót, aki a Garami Gábortól kér egy számot, amit majd mi játszunk le, és akkor ezt így bejátszásban a koncerten ez így bejött, és egyébként tök jól sikerült szerintem, nagyon jó. És nagyon, egyébként nagyon aranyosak voltak a Gáborék is, hogy benne voltak ebben a dologban tényleg gyakorlatilag első szóra. De mindegyikük azt hitte egyébként, hogy nekik itt kell lenniük fizikailag ehhez az egész dologhoz. És akkor mert mondták, hogy sajnos eljönni nem tudnak. De nem baj, mondtam, hogy csak vegyétek fel ezt a pásort, és akkor mi ezt így összeraktuk itt, és így tényleg jól jött ki. Télen is feléptek az utcán? Fogtok még idén? Azt olyan hangszeres mondja, akinek nem érzéke. Nem tervezzük a téli fellépéseket, de volt majdnem az első, második évadban például disznótoros felkérésünk, és így -3 fokba sikerült így egy tóparton zenélni. Igen, miközben keverték a jézét, tepertőt. Sült a zsír. Igen. Bepárásodtak a hangszerek? Hát nem a pára, igazából a fagy az sokkal
Megviselt a hangszereket? Hát hoztak ilyen műanyag fúgókákat, hogy ne fagyjon oda a szájuk. Mi a trombitásoknak van, mert ugye van nálunk olyan is, aki katonazenész, és ő eleve fel van készülve az ilyenekre, mert ha őket kivezénylik, hogy most játszani kell, akkor most kell játszani, és mínusz 20 fok van, akkor is játszani kell, úgyhogy ők már rá vannak készülve erre az egész dologra, mindenféle dolgokat. De hogyha ha visszaemlékszel, akkor Fehérváron voltunk valami utcát felavatni. Talán február. Ott havas eső, de úgy vízszintesen esett a havas eső. Tehát ilyen 2 centi hóadóbb. Igen, úgy játszottunk, és akkor hát ezek, de ezek is egyébként olyan élmények, amikre az ember egy időt tett, mert szívesen emlékszik vissza. Tehát ott, amikor mondjuk Rodoston például tökigáztunk, mert egyébként egy ilyen protokolláris rendezvény is volt, és mindenféle a főkonzul úrtól kezdve az akkori budapesti polgármesteren keresztül mindenki meg volt hívva, és akkor koszorúzták Rákóczi házát, Rákóczi szobrát, mert ugye oda volt száműzve, és mi mind a kettőnél, hát mivel hogy milyen, hogy is mondjam, tehát nyilván el tudunk játszani egy himnuszt is, úgyhogy mi vagyunk, tulajdonképpen mi vagyunk azon a ritka muzsikusok egyike, akik Törökországban játszottak már török és magyar himnuszt együtt, egymás után. Persze a magyart először. És semmikor máskor nem esett az eső, csak akkor, amikor játszanunk kellett. Tehát akkor mondjuk nektek nem is kellett játszani, most jutott eszembe, hogy ti onnan az esernyő alól. Csöndes szemlélő voltam, hogy álltuk el. Figyeltek minket, ahogy mi teljesen katyáig ázunk le. De ami a szobornál volt koszorúzás, az még annyira nem is volt durva, mint ami a háznál van, mert ugye az egy ilyen kis domboldalba van beépítve, kis apró, kis pici kis utcák vannak, most abból így hömpölygött a víz lefelé. És közben mondják a szöveget, meg minden, és akkor indulhat a himnusz. És aki befért még a napernyő alá, az nem ázott annyira, aki meg nem fért be, mint például én, az meg még a levegővel együtt nyelhette a vizet is. És akkor este volt maga ez a kis török-magyar barátság este, ahol azt mondták, hogy hát az a helyzet, hogy eddig utcai ruhában nem lehetünk, úgyhogy vissza kéne vegyük a kis... Mert hogy ezt nekünk sikerült inkben gyönyörűen élére vasalt nadrágban tökigázni, ugye ahogy volt. Úgyhogy azt vissza kellett vegyük az esti kis szórakozásra. Úgyhogy egyébként. De ez is egy olyan élmény, ami tényleg így meghatározó egy életre. Megmaradt, hiszen elmondtad. Meg. Erre az évre van még valami tervetek egyébként évvégén, vagy karácsony környékén, adventben valamit, vagy most kicsiket pihentettek? Várjátok a tavaszt, a jó időt megint. Hát most pihenés lesz. Most aktívan pihenés van. December 15-ére szeretnének, ha már egy hideget emlegettük, Vörösmarty téren egy menetbe hívtak el minket. Azt mondták, hogy nem lenne hosszú, csak hogy úgyhogy hát meglátjuk, hogy ez még összejön-e. Én ilyenkor el szoktam kezdeni dolgozni a következő. Kicsit átalakítom az egyvelegeket, kicsit, amit így észrevettem az évad alatt, azt úgy megpróbálom belekomponálni a dolgokba. Akkor januárban tálalom az együttesnek, már hogyha összejöhetünk, remélem, hogy összejöhetünk, és akkor elkezdünk felkészülni a következő szezonra. Úgy legyen, és további sok-sok 10 évet kívánok még, és boldog születésnapot, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönjük szépen. Kedves nézőknek, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.